Jó reggelt kívánok! Egy két perccel korábban kezdünk ma a szokásosnál. Minden nap két perccel fogunk kezdeni korábban, és így 7 év alatt... Aki kiszámolja most két perc alatt, hogyha 7 évig minden nap két perccel korábban kezdünk, akkor mikor fogunk visszajutni a 7:30-hoz, az kap egy, nem tudom, egy extra ösztöndíjat. Na, de viccet félretéve, azért gondolom, hogy kezdjünk egy kicsit korábban, csak hogy a mai napnak a jelentőségéről beszéljünk egy szóban, mielőtt elkezdünk tanulni. Ugye a mai nap elvileg böjtnap van, ez nem egy olyan szigorú böjt, mint a Jom Kippur vagy a Tisza B'Av, de az egyik böjtnapok, az öt nagy böjtnapnak az egyike, és ez ugye a Szorobe tévé tizedikének nevezzük ezt a napot. Mire emlékezünk ezen a napon? Mint a legtöbb olyan böjtnap, ami nem a Tórában benne van, mint a Jom Kippur, az a szentély pusztulására emlékeztet bennünket. Ugye ma már az ember nem is érti, mi ebben az olyan nagy gyász, hogy szentély elpusztult. Hát egy épület lerombolták, de nem. A jeruzsálemi szentély, jeruzsálemi templom az a központja volt a zsidóságnak. Olyannyira, hogyha valaki elolvassa a Tórát, Mózes 5 könyvét, akkor látja, hogy másfél könyv az 5-ből foglalkozik a szentéllyel, a szentély áldozatokkal, és így tovább, és így tovább. Az imáinkban minden nap megemlítjük a szentélyt, Jeruzsálemet, és így tovább. És tévét tizedike az első pusztulás kezdetét jelöli. Ugye két templom állt Jeruzsálemben, az egyiket Salamon építette, körülbelül 800 évvel a polgári időszámítás előtt, a másikat pedig Ezra a Babilóniából visszatérőkkel együtt építette egy körülbelül 400 évvel később. Ugye mi volt az első? Az első 800, időszámítása 800. Most nagyjából mondom. Ugye a pusztulás az időszámítás előtt 425-ben ezen a napon, a mai napon vette körbe Nebuchadnezzárnak a csapata, a babiloniai királynak a csapata, a hadserege Jeruzsálem városát, és egy fél évvel később, Tammuz 17-én törte át a város falait, és 3 héttel később pusztította el a várost. Csak bevezetést tartunk, Gábor, még nem a Talmudról van szó. Áfó 9-én pedig magát a templomot is elpusztította. És ezért ez a pusztulás kezdete, mert ez az első templomnak a pusztulásának a kezdete, és ezért ez egy olyan böjt, az egyetlen böjt Jom Kippur mellett, amit akkor is tartunk, hogyha péntekre esik. Szombatra nem eshet, a szombati pihenőnap úgy rendeztük be a naptárt, ez nem esett szombatra, de ha péntekre esik, akkor egy kicsit egy órát a szombatból böjtölünk, mert a szombat ugye bejön, ahogy most már tanultuk, a skiával, tehát amikor elkezd menni a nap szürkülettel, a böjt viszont csak a csillagok felvetelével megy ki. Ugye erről szól a mai nap, és ezért kezdtük most egy kicsit korábban, hogy erről is tudjunk egy pár szót beszélni. Most remélem, most már kellő mennyiségű másolatot csináltam a mai tanuláshoz. Igen, kérlek, közben adnám ezt körbe két irányból is. Kérem, hogy mindenki vegyen egyet és adja tovább. Mi van akkor, ha az ember valamiért elfelejtő böjtnek van, és mit reggelít, utána van-e még akkor jól jár, mert utána már akkor már áttört a város falait, onnan már... De akkor van-e még értelme azonnal, hogy akkor... Ne, attól függ, attól függ. A Jom Kippurról van szó, egy tórai böjt, akkor van. Egy tórai böjtön minden falattal, amit eszel, azzal megszegted a tórai szabályt. Ilyen rabbinikus, vagy hát ilyen böjtön, mint a tévé tizedike, már nincsen. Ha valaki elfelejtette, akkor, vagy valaki nem tud eleve böjtölni, vagy nagyon nehezére esik böjtölni, és kap egy felmentést, megkérdezi a rabbiát, hogy mi van. Vagy egészségügyökból, vagy azért, mert cukorbeteg, vagy azért, mert terhes, vagy azért, vagy bármi, vagy egyszerűen, akkor kiválthatja a böjtöt. A legjobb kiváltás az az, hogy 3 étkezésnek az értékét felajánlja a szegényeknek. Tehát, hogy mondjuk azt mondjuk, egy étkezés, mondjuk attól függ, hol 300, azt mondod, a kínai van. Na mindegy, annak a háromszorosát felajánljuk, és akkor ezzel
kiváltjuk a böjtöt. Oké, akkor lássunk is hozzá a tanulásnak. Daf Daled, a négyes lapon tartunk, aki szeretné a Héberből követni, és nincs másolata, az itt még van három másolat, lehet belőle venni. És a múltkori dáfot, a tegnapit, azt nem tudtuk teljesen befejezni, összefoglalnám szóban, hogy miről van szó az előzőnek a végén, amit nem tudtunk befejezni, mert azzal is fogjuk most folytatni. Arról volt szó, hogy azt mondtuk ugye, hogy Dávid király éjfélkor kelt föl, és azért kelt föl éjfélkor, mert ugye van ez a különleges gyászima, ami kapcsolódik a mai naphoz, ugye, hogy gyászoljuk a szentét, és ő éjfélkor fölkelt, hogy gyászolja a szentét, és elmondja ezt a Tikkun Hatzot imát. A Talmudban arról is szó van, hogy honnan tudta Dávid, hogy pontosan mikor van éjfél, ugye akkor nem voltak ilyen pontos órák, mint manapság, és erre egy csodálatos dolgot említ a Talmud, hogy a Dávidnak volt a hálószobának a falára felakasztva egy a lantja, és ez egy olyan csodás lant volt, hogy ez jelezte neki, mikor van éjfél. Miért? Hogy tudja ez jelezni, mikor van éjfél? Úgy, hogy van egy valami ilyen misztikus hagyomány, ezt nem tudom, a természettudomány mennyire igazolja, hogy az éjszaka különböző időpontjaiban más irányból fúj a szél. Egyszer éjszakról, egyszer délről, egyszer keletről, egyszer nyugatról, nem tudom pontosan most fölidézni. És pont éjfélkor van egy váltás, és amikor a szél elkezd fújni, akkor ez megfújta a lantnak a húrjait, és ez fölébresztette Dávidot. Oké. Okay. A kérdés az az, és innen fogjuk ma kezdeni, hogy ezek szerint Dávid pontosan éjfélkor fölkelt. Akkor ezek szerint Dávid tudta, hogy mikor van pontosan éjfél. A probléma az az, hogy ebből úgy tűnhet, mint hogyha Dávid okosabb lett volna, mint Mózes. Mert nézzétek meg a kiosztott lapokon az első, nem tudom, mindenki kapotta a lapból, illetve körbeérte a csomag, most ért körbe, köszönöm. Nézzétek meg az első idézetet így szól. Így szól az örökkévaló, éjfél körül kimegyek én Egyiptomba. Ugye mi a kontextus? Mózes most már 9 csapáson átvitte Egyiptomot és az egyiptomiakat. És minden csapás előtt figyelmezteti a fáraót, és figyelmezteti Egyiptomot. És azt mondja, vigyázzatok, ma nem engeditek el a zsidókat, akkor itt baj lesz. És ez is ez a csapás fog jönni, sötétség, Nílus vízevérré válik, békák, mit tudom, ami. Az utolsó csapás előtt azt mondja a fáraónak, tudd meg, így szól az örökkévaló. Éjfél körül kimegyek én Egyiptomba, és minden házban, ahol nincsen fölvestve a bárány áldozati vér a ajtófélfára, aminek az emlékére van a mezőze, amit az ajtóra teszünk, amiben a házban a lesújtó kéz le fog csapni az elsőszülöttekre. Ezt hívjuk az elsőszülöttek halálának, mint a 10. csapás. Mit mond Mózes fáraónak? Azt mondja, éjfél körül. Nem azt mondja, hogy pontban éjfélkor. Miért mondja azt, hogy éjfél körül? Feltételezzük, hogy azért, mert nem tudta pontosan, mikor van éjfél. Ha Mózes nem tudta, hogy mikor van éjfél, akkor Dávid, hogy merjük azt mondani, hogy ő tudta, hogy mikor van éjfél? Nem, Mózesnél nem lehet nagyobb ember, okosabb ember, nagyobb tudású ember. És még Mózes is szerényen azt mondta, hogy csak éjfél körül, és nem azt mondta, hogy éjfélkor. Pontban. Oké, akkor nézzük, tehát akkor a Dav, aki a Héberből követi, Dav Daled, a Daled oldal, és felülről az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sor végén. Rabbi Zeira Amar. Rabbi Zeira erre a kérdésre a következőt válaszolta. Moise le'aylam havejada, de David nami havejada. A valóságban mind a ketten tudták, hogy mikor van pontosan éjfél. De kivend de David havejada, kinoillam lé. Ha viszont tényleg így van, hogy mind a ketten tudták, akkor két kérdés is van. Az egyik az, hogy Dávidnak miért kellett egy lant ehhez. Tudta, hogy mikor van éjfél. Akkor miért kellett, hogy a lant húrja ilyen csodálatos módon jelezzék neki, hogy mikor van éjfél. Nagyon egyszerű. Azért, hogy
felébredjen. Ez egy ébresztő óra volt, nem azért, hogy nem tudta, hogy mikor van. Fel kellett ébredni. De ki van, de Moisáve jada, lama lejmen, mely már kechacoisz? Ha pedig, a másik kérdés, ha pedig Mózes tudta, hogy mikor van évfél, akkor miért úgy fogalmazott a fáraónak, hogy az örökkévaló azt mondta, évfél körül. Miért nem azt mondta, hogy évfélkor? Ebben úgy tűnik, hogy ő nem tudta, hogy mikor van évfél. Mi erre a válasz? Moiseke szava sema itu itztagel nei pároly, vagy jöjjön Moiseba dajhu. Ezt mondja, azért, mert Mózes ugyan tudta, hogy mikor van évfél, de ő mitől félt? Ha azt mondja, pontban évfélkor, akkor lehet, hogy meg fogják vádolni, hogy hazudott. Miért? Mert ő tudta, hogy mikor van évfél. De a többi okos, ott Egyiptomban, a varázslók, meg nem tudom, írástudók, meg itt a ménők lehet, hogy a csillagok alapján másképp számolták volna ki az évfél. És még a végén azt mondták, hogy hazudik az a Mózes, nem is tudja, azt mondta, hogy évfélkor, és nem évfélkor volt. Évfél után egy pár percet. És ezért Mózes nem akarta, hogy azt mondják róla, hogy ő hazudik. Mert ennek miért van jelentősége? Most nem, tényleg ezzel lettek volna elfoglalva a varázslók, hogy most mikor van évfél, vagy mikor nincs évfél, és Mózes azt mondta, hogy pontban évfélkor, és nem akkor volt. Nagyon egyszerű a válasz. Ugye ma is látjuk, amikor történik egy csoda, egy csodálatos dolog a világban, akkor az elején az emberek azt mondják, isteni csoda, mondjuk hatnapos háborús, lehetetlen. Tényleg, ilyen kis ország legyőz egy ekkora túlerőt, ez lehetetlen. Az elején az emberek azt mondják, ez egy csoda, hogy telik múlik az időszak, nem egészen csoda, ez nem pontosan így volt, azért voltak olyanok, akik azt mondták, hogy kezdjük már magyarázni, hogy ne kelljen szembesülnünk azzal, hogy van egy isteni csoda. És ugyanez a helyzet Mózesre, és Mózes azt mondta, ha azt mondanám, hogy pontban évfélkor, és egyesek később azt mondják, hogy nem pontban évfélkor történt, tehát lehet, hogy ez nem is az isteni kéz volt ez az egész, hanem valami természetes, nem tudom én, a levegő olyan volt a globális felmelegedés, hogy pont az elsőszülöttek haltak meg. Valami magyarázatot találtak volna rá, hogy ezzel eltérítsék onnan a dolgot, hogy ez egy isteni csoda. És erre mondta azt egy mester a Talmudban egy másik helyen, de amár már lemmed le sajnkha lajmár én jaj, de já, semmit itt bádej, vete ahhez. Erre mondta azt egy másik bölcs a Talmudban, mindig ügyelj arra, hogy képes legyél azt mondani, nem tudom, nehogy egyszer, amikor azt mondod, hogy tudom, rajta kapjanak, vagy azt mondják, hogy nem is tudtad, és ezzel a hitelességed az csorbát szenvedjen. És az embernek mindig... Ha nagyon okos, akkor is jól azt mondja, nem vagyok benne biztos. Ugye Mózes tudta, hogy mikor van évfél, és mégis úgy fogalmazott, nem vagyok benne biztos. Az embernek mindig tudni kell, még ha mindent tud, akkor sem mutassa úgy, hogy mindent tud. Mert a végén még fognak találni valamit, amiből úgy tűnhet, hogy nem tud mindent. Nem, továbbra is tud mindent, de úgy tűnhet, mintha nem tudna mindent. És akkor a hitelessége az csorbát fog szenvedni. Ez az egyik magyarázat. A másik magyarázat, hogy miért fogalmazott úgy Mózes, hogy évfél körül, ehhez azt kell érteni, hogy a Héberben az évfél körül, a szövegben is látjátok, ahol oda van írva, hogy évfél körül, előtte van egy Héber szó. Mi ez a Héber szó? Kehacot. Héberről ezt így írjuk. Ke, ki tudja az írott szöveget olvasni, kehacot. Hacot, az az évfél. Kehacot, ez a kö, ez egy rag. Ez két dolgot is jelenthet. Jelentheti azt, hogy körülbelül, kb. És jelentheti azt is, hogy olyan, mint. Ha olyan vagyok, mint a Slomo, akkor ani ke Slomo. Nem körülbelül Slomo, hanem nekem ugyanazt, egy magyarul is hasonló a két dolgnak a jelentése. Szóval az azt is jelentheti, hogy körülbelül, és azt is jelentheti, hogy olyan, mint. A másik magyarázat azt mondja, Mózes nem azt mondta, hogy holnap évfél körül fog az örökkévaló megjelenni Egyiptomban. Azt mondta, amikor mondta ezt az egészet, akkor is évfél volt, egy nappal korábban. És azt mondta az örökkévaló, abban az időben, mint ami most van, fog holnap megjelenni. Szerintem, és itt a kö, az nem azt jelenti, hogy körülbelül, hanem azt jelenti, olyan, mint ma lesz holnap. De vásja már be palgéded urtad tlészer nagyjár be észer havekai. Mózes, amikor ezt mondta, akkor pont a 13. és a 14. között Nisan hónap, 13. és 14. közötti éjszaka volt. És azt mondta Mózes, vahi kamer ma is el Iszrael,
Mózes a következőt mondta Izrael fiainak. Amar HaKadosh Baruch Hu, Isten azt üzeni, le machar kechatzois alayla, holnap, éjfélkor, kihaidna, úgy, mint amilyen időben most vagyunk, a nia icebe szöjjük mitzráim, én kijövök Egyiptomba. Magyarul itt nem arról van szó, hogy éjfél körül, hanem arról van szó, úgy, ahogy most éjfél van, lesz holnap az isteni megnyilatkozás. Oké? Okay? Eddig stimmel, akkor ezek szerint Mózes is tudta, és Dávid is tudta, hogy mikor van éjfél, és ezek a megfogalmazások, ezek így magyarázhatóak. Oké, okay, most arról van szó, ugye Dávidnak erről a szokásáról van szó, hogy Dávid fölkelt éjfélkor, és látszik, hogy Dávid ez egy jámbor ember volt. Ugye az, hogy Dávid egy jámbor ember volt, azt nem csak onnan a történeteiből tudjuk, hanem maga Dávid saját magáról is néha fogalmaz úgy, hogy ő egy jámbor ember. Látjátok a következő bekezdés, Dávid jámbornak nevezte magát. Itt van három idézet is, ami a saját jámborságáról szól. Különben ez egy, még bevezetésként mondom, ez egy érdekes dolog, az ember magát jámbornak nevezi. Az ember nem gondolná, hogy a jámborság jelen, ha valaki magát jámbornak nevezi. Mint ahogy Mózes is úgy fogalmaz magáról, hogy Mózes volt a legszerényebb ember a föld színén. És kiírta ezt a szöveget, Mózes! Akkor hogy van ez a dolog? Most az egyszerű magyarázat erre az, ami nem annyira egyszerű, de hogy valójában egy jámbor vagy egy szerény ember, az nem azt jelenti, hogy ő nem tudja, nincs tudatában a saját képességeinek. Vagy nincs tudatában a saját nemességeinek, érdemeinek. Hanem arról szól, hogy annak ellenére tudja, hogy ő érdemes, tudja, hogy ő nemes. Mégis azt gondolja, ha más lett volna megáldva ezekkel a képességekkel, akkor lehet, hogy többet ért volna el. És ezért az, hogy ezek az emberek elmondták, hogy ők jámborok, vagy szerények, ez azt is mutatja nekünk, hogy az ember nem árt, hogyha pozitív tulajdonságával is tisztában. Általában azt szoktuk hallani, az ember, amikor önvizsgálatot csinál, akkor a negatívat ismerje föl. Ez igaz? De legalább ilyen fontos a saját pozitív erényeit is az embernek megismerni. Oké, okay, akkor nézzük a szöveget. A két pontnál tartunk. Le David Shamra Navsik és Hasidani. Dávid a következőt mondta. Őrizd meg lelkemet, mert jámbor vagyok. Lévi ve Rabbi Yitzchak. Két rabbi is magyarázta ezt a mondatot. Lévi és Rabbi Yitzchak. Hádamár, Káhamar, Davidiknál, Kodos Baruch. Az egyik úgy magyarázta, hogy ez a következőt jelenti. A következőt mondta Dávid az örökkévalónak. Ribajnöse lajlom. Világok ura. Loj Hasidani. Hát nem vagyok én jámbor. Se kol málchem izok a májrevisényi mácsolai sajsz. A világ minden királya, legyenek a keleti népek, vagy a nyugati népek királyai. Ezek mind, ahogy tegnap tanultuk, a nappal harmadik órájáig lustálkodnak és alszanak. Váni, hát szajsz lájla akum le hajdesz leha. Én pedig éjfél, és ez a következő idézet a szövegünkben, éjfélkor kerek föl, hogy hálát adjak neked. Ők lustálkodnak délelőtt 10-11-ig. Én pedig már éjfélkor fölkerek, hogy előtted imádkozzak. De idak káhamr Davidifnál Kadosh Baruch Hu, a másik a következőképp magyarázta ezt. De bajnese lajlom, laj haszidani, azt mondta, a világok ura, hát nem vagyok én jámbor. Se kol málchem izzak a májrev jöjjsima gudösz a gudösz bichvajdom. Minden király, legyenek a keleti királyok, vagy a nyugati királyok, ezek mit csinálnak egész nap? Ülnek, és a saját hiúságokat nézegetik egymás között. Váni, jadáj meluch lachaisz be dám, be sápir, be sálja, ke déle tájén isere lebájla. Én pedig, az én kezeim vérrel piszkosak, milyen vérrel? Vérrel, hogy mondják elnézést, amiben a baba születik? Méklepénnyel és a víz, ami a... Magzatvíz. És magzatvízzel piszkos. Szóval az én kezem vérrel, méklepénnyel és magzatvízzel piszkos. Azért, hogy az asszonyokat tisztává nyilvánítsam a férjeik számára. Miről van szó? Egy kicsit most álljunk meg.
Mindenki hallott már a Nidának a törvényéről. A Nida törvénye arról szól, hogy egy asszony, aki minden asszony, amikor vérzése van, akkor a férj tilos, hogy nemi kapcsolatot létesítsen vele. Itt más férfi mindig is tilos. Itt most nem azért mondtam a férjet, szóval tilos a nemi kapcsolat a havi ciklus idején. Bármikor, amikor a méhből vérzés jön, akkor tilos a nemi kapcsolat. Most ebben nagyon bonyolult szabályok vannak, majd egy 4-5 év múlva el fogunk élni ahhoz a traktátushoz, ami csak a nidáról szól, a havi ciklusról, és az ezzel kapcsolatos tisztaság és tisztátalansági törvényekről. De most csak előzetesen annyit mondanék, hogy alapvetően a Tórában 3-4 féle méhből jövő vérzés van megkülönböztetve. Van a tipikus havi ciklus, van az, ami valamilyen nemi betegség miatt van, és van az, ami a szülés miatt van. Ugye a szülés után is jön mindenféle a méhből. És a Tóra úgy fogalmaz, most annélkül, hogy részletekbe mennénk bele, hogy a szülés utáni vérzésnek más a kategóriája, mint a havi ciklusnak, és miben más, hogy az többnyire, nem teljesen, de többnyire abban az időben nem számít tisztátalannak. Hiába vérzik, vagy hiába nem számít tisztátalannak az asszony. Most vannak kérdéses esetek, amikor például van egy vérzés, ami nem a havi ciklus idején történik, akkor nem teljesen világos, ez milyen vérzésnek számít. Akkor ilyenkor, a mai napig is különben, egy vallásos zsidó házaspárnál van egy orvos, és van egy rabbi, akivel ilyenkor konzultálnak, hogy ez akkor most minek számít, és hogyan kell tartani ezt a szabályt. És ugyanígy, hogyha ha van egy vetélés, de mondjuk egy korai vetélés, amiben mondjuk csak valamilyen más dolog, amit itt most nevez méklepénynek, vagy víznek, vagy valami jön a méhből, akkor ugyanígy ez egy halachikus kérdés. Mit mond Dávid? Én, aki az Izrael királya vagyok, én közben egy rabbi is vagyok, és mivel foglalkozom? Ilyen dolgokkal, ami hát többi király csak nézni, hogy én ilyesmivel foglalkozom, ők mivel foglalkoznak, egész nap esznek, isznak, és a saját tiszteletükkel vannak elfoglalva. És azt mondja, Dávid ezért mondta azt, hogy jámbor vagyok. Sőt, teszi hozzá Dávid, Lajaj, de a kolmáseni jajszani nimlach be mi pajsesz. Azt mondja, Dávid, nem csak, mert mi pajsesz rebi, nem csak, hogy ezzel foglalkozom, hanem én, amikor egy kérdéses ügy van, bármilyen halachikus kérdésben, akkor nem egyedül döntök, hanem mindig mellettem van mi pajsesz, és őtőle megkérdezem, és azt mondom, rabbi úr, mi a véleményed? Ki volt ez a Mipi Boset? Mipi Boset az Jonatánnak volt a fia. Tegyük kicsit helyre a családi, a mispachológiát, a családi viszonyokat. Ugye Dávid váltotta Saul királyt. Korábban Saul királynak volt a udvartartásának egy tagja, és utána váltotta Saul királyt. Saul nagyon nem örült ennek a dolognak, hogy őt leváltják, és talán nem örült, hogy nem az ő háza, nem az ő dinasztiája folytatódik, ezért üldözte Dávidot. De Saulnak volt egy fia, Jonatán, aki nagyon jó barátságban volt Dáviddal. Mikor Dávid végül is legyőzte Sault és király lett, akkor meg akarta hálálni Jonatánnak a barátságon, és keresett egy leszármazottat, akit maga mellé tud venni. Kit talált? Talált a Mipibosetet, aki a fia volt Jonatánnak, aki kezdetben nagyon távolságtartó volt Dávidtól, mert félt attól, hogy ebben van valami csavar. Végül Dávid odaadta neki Saulnak egy örökségét, és Mipibosset, aki egy nagy tudós is volt, az ott ül Dávid mellett, és bármilyen halachikus kérdésben, rabbinikus kérdésben jött egy kérdés, akkor vele konzultált Dávid. Sőt, nem csak vele konzultált, úgy nevezte, mint rabbin. Király, teljhatalmú király, a volt ellenségének az unokájával konzultált, és úgy nevezi, hogy rabbin. Sőt, de ajmerlő, hogy mipi baj is, ezt lebi jafedán, ti jafihiáv, ti jafezekiszi, jafetár, ti jafetemészi. Azt mondtam neki, mipi boset rabbim, helyesen döntöttem? Helyesen mondtam azt, hogy ez tiszta, vagy az tisztátalan? Helyesen mondtam, hogy ez helyes, vagy az helytelen? És nem szégyeltem megkérdezni, sőt az ő véleményét követni. Szerintem, hogy volt Dávidban egy alázat
amit a királysága átvétele után is. Oké, Amarabi Yahushua Bereid Ravidi, Májkrava da Ábrabeid, hogy Szeha neked Melachim Vilajevos, azt mondta ezzel kapcsolatban Rabbi Yahushua, hogy van még egy zsoltár, amit itt nem idéztem a magyar szövegben, ami úgy szól, a te törvényeidről beszélek királyokkal szemben, és nem szégyelem. Mit jelent ez? Hogy a többi király mindig azt gondolja, hogy mindent tud. Én viszont a többi királlyal ellentétben nem vagyok szégyenlős, hogy másokkal konzultáljak. És erre utal Dávid. Amarebi Sabrédrav idi májkrava dábrabédi szechonegen lochim vilajevos. Azt mondta erre Yahushua, mit jelent ez a mondat? Tana loj mipi bajsesmoj, ele is bajsesmoj, ve lama nikresmoj mipi bajsesmoj, me vájesmej David bálocha. Fichar zavad bálocha. Szóval kire vonatkozik ez az egész? Mipi Bosetre, akivel konzultált Dávid, ahogy az előbb mondtuk. Érdekes szó ez a Mipi Boset. Mit jelent ez a szó? Mi van ebben a névben? Mipi Boset, ki tud héberül? Az a szó, hogy Boset, az mit jelent? Szégyen. Szóval ez volt az az ember, aki állandóan szégyenbe hozta Dávidot. Mindig vele konzultált, és mindig ha valamit rosszul mondott, akkor ő nem szégyelt elmondani, és Dávid azt mondja teljesen minden nap. Mit mondtad ez nekünk? Az ember jusson bármilyen magas szintre, nem olyan nagy baj, ha van mellette valaki, aki folyamatosan megszégyeníti. Az embert egy kicsit mindig le kell hozni a földre. És Dávid is, aki király volt, volt mellette valaki, aki folyamatosan szégyenbe hozta. Nem csak a szégyenbe az érdekes, önmagában érdekében, volt valami, úgy látta, hogy Dávid nem jól dönt, akkor rögtön szólt neki. Mit érdemelt ki emiatt Dávid? Le fichach zavad Dávid, jatsz men a kilav. Van, ami jajkán, laj, kilavs meg, de nélsz meg. Lámonik, a kilavs, hajjam, meg hálim, pnémi, bibaj, ez bálacha. Ja, van egy körforgás a nemzedékeknek. Azt mondja a Talmud, mivel Dávid nem volt rest saját magát olyan helyzetbe hozni, hogy néha megszégyenítsék. Ezért érdemelte ki, hogy lett egy fia, akit úgy hívtak, egy fia. Lett egy fia, akit úgy hívtak, hogy kilav. Ki volt ez a fia? Az a második fia volt, Abigail-tól született ez a fia, aki még nagyobb tudós volt, mint a Mipi Boset, akitől ő kért tanácsot. És mi volt az eredménye, hogy a Kilav pedig szégyenbe hozta a Mipi Bosetet. Értitek? Dávidnak volt egy folyamatos tanácsadója, aki mindig szégyenbe hozta. Mivel Dávid ezt fölvállalta, ezért neki született egy fia, aki később pedig az ő tanácsadóját hozta szégyenbe. Az embernek, annak is, aki szégyenbe hoz, kell valaki, aki őt szégyenbe hozza. Helyes szó a szégyen? Milyen más szót javasolná? Elismeri a tévedését, nem tud minden. Nem, mert itt nem arról van. Oké, de azt hiszem, hogy mert a szégyen az egy erős szó, ez egy pejoratív szó, de azt hiszem, hogy az ember... Igen, szégyenbe hozta, szóval... Nem tudok erre jobb szó. Angályossá tette. Nem, helyre tette. Oké, folytassuk. Alav amár slajmi bechachmaszai bnim chacham nipcha iszmach nibigám anni ve amár chacham bnim szamach nibha sepi chalpi dabar. Oké, és vele kapcsolatban, tehát a kilav, Dávid fia, aki még nagyobb bölcs volt, vele kapcsolatban mondta, Salamon, aki ugyancsak Dávid fia volt, és nagyon bölcs volt, fiam, ha te valami bölcset mondasz, annak én is örülök. Miért? Mert még Salamon, aki olyan nagy bölcs volt, még ő is nagyra tartotta Kilavnak a bölcsességét. Oké, most visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogy Dávid saját magát jámbornak nevezte el. David, mikor ellenávsi haszint? Tényleg, Dávid saját magát? Ilyen biztos volt benne Dávid, hogy ő egy jámbor? De hakszív, lule, manti, lidozbe, tuva, semberec, hány. Nézzétek meg a harmadik Zsoltár idézetet a papíron. Mit mond Dávid? Ha nem hittem volna, hogy majd látom az örökkévaló jóságát az élők országában. Miről szól ez az idézet? Dávid azt mondja, ha nem lettem volna benne biztos, hogy én jámbor vagyok, hogy látom majd az örökkévaló jóságát az élők országában, akkor nem lettem volna benne biztos, hogy legyőt tudom győzni Sault. Magyarul biztos volt benne, hogy olyan jámbor? Igen, mert mit mond? Ha nem lettem volna benne biztos.
Mindenki követi, hogy mit mondunk? Még egy idézet, amiből látjuk, hogy Dávid azt mondja, hogy ő Jámbor. Igen ám, csak van egy nagyon érdekes dolog, amit ha egy magyar fordítást olvasunk, akkor biztos, hogy nem fogjuk ismerni. Tudjuk azt, hogy a Héberben nincsenek a Héber írott szöveg, nincsenek pontok, pontozás. Ez csak a gyerekeknek, már a kezdőknek van. Különösen a Tóra szövegében, ami le van írva, abban nincsenek pontok, egy egybefüggő szöveg van. Nincsenek se központok, tehát hogy pont, kettős pont, kérdőjel, vesző, stb. És nincsenek a magánhangzók sem. De egy-egy helyen a Tórában van egy olyan, most leírunk ezt a szót, van egy olyan, ez egy szó, amikor azt jelenti, hogy ha nem. Amit itt ebben a szövegben van, ha nem hittem volna, akkor ebből a ha nem, az egy szó, és az eredeti szövegben itt van egy pont fölül. És a Tórában is vannak olyan szavak, ahol 3-4 helyen összesen, ahol a szöveg fölött van egy pont, vagy akár több pont. Mit jelentenek ezek a pontok? Ezek a pontok azt jelentik, hogy valami le van írva, de a fordítottját jelenti. Ugye a magyar nyelven is, vagy a mi nyelvhasználatunkban is előfordul, amikor már nagyon durva dolgot akarunk mondani, akkor a fordítottját mondjuk. Ugye? Nagyon okos ez a fiú. Nagyon okos. Ugye mit akarok ezzel mondani? Nagyon hülye. Csak nem akarjuk ezt mondani, mert ez túl durva lenne, akkor azt mondjuk, nagyon okos, de a hanghordozásból lehet érteni, hogy itt mire gondolunk. A Tóra szöveg, egy írott szövegben nincs hanghordozás, és ezért amikor leírták, akkor így jelölték. Vagy egy pont, tudja, hogy ez a fordítottját jelenti. Most a helyzet a következő, amikor Dávid azt mondta, hogy ha nem lettem volna benne biztos, akkor a fölött van egy pont. És hol van a pont? Ugye, úgy, mint a magyarban a ha nem, az lehet két szó is, ha nem, meg lehet egy szó is, ha nem. Itt is nem teljesen, de ez a ha, ez a nem. És hol van a pont? A nem fölött. Magyarul mit mond Dávid? Hát nem voltam benne biztos. Nem voltam benne biztos, hogy Jámbor vagyok. Akkor hogy stimmel ez azzal, hogy mások viszont úgy hivatkozik Dávid magára, mint aki Jámbor? Tanom is mindre, hogy jöjjszél, amin akadán lulé, amar Dávid lifnálkod és barhú. Miért van a pont a szó fölött, a lulé fölött? Mert a következőt mondta Dávid az örökkévaló előtt, hogy bajin és ulaim muftakáni behas átom és állam szkártam lecedikim lasszid lavaj. Azt mondta Dávid az örökkévaló előtt. Világok ura, biztos vagyok benne, hogy te jó jutalmat adsz az igazaknak az eljövendő világban. Ával én jöjj, de jár, mi is rihelek benne, de én nem vagyok benne biztos, hogy én kiérdemlem ezt a jót. Igen vagy nem. Mi is rihelek benne, mi láb. Sem a jigremechét. Hát, hogyha a bűn, amit elkövettem, a bűnök, vagy a bűn, amit elkövettem, az én nemességemet lerontja. Kedde amár, mindjárt el fogjuk magyarázni, ez mit jelent. Kedde Jákobben ide, ahogy egy másik helyen találjuk, hogy Jákobben ide a következőt mondja. Most miről lesz szó? Arról van szó, hogy Dávid tulajdonképpen biztos, hogy azt gondolta, hogy ő Jámbor, de azzal is tisztában volt, hogy elkövetett bűnöket. És azt látjuk a Tórában, hogyha egy igaz ember elkövet bűnöket, akkor könnyen lehet, hogy a bűnei azok, mintha lehívnák a kreditet. És akkor elfogy a kredit. Sőt, azt is látjuk, hogy egy igazán igaz ember, még akkor is, hogyha nem követett el tényleg bűnöket, nem árt, hogyha úgy gondol magára, mint aki esetleg már lehívta a kreditet. De mert soha ne legyen biztosabb, hogy neki jár. Hogy ő Jámbor, neki jár, neki... Mindig gondoljon úgy magára, hogy lehet, hogy sok jót elkövetett, de elkövetett egy pár olyan hibát is, ami miatt ezek a kreditek, amiket összegyűjtött az égben, ezek már le lettek hívva. Hol látjuk ennek példáját? Például, amikor Jákobról van szó. Azt olvassuk, hogy amikor Jákob útra indul, akkor ott van a létra, megjelenik álmában a létra, és megjelenik neki is, ahol az angyalok fölre mennek, és hallottuk már a Jákob létrájának a történetéről. Megjelenik Isten, és azt mondja neki, én vagyok Isten, atyád Istenem, blablabla, bla, mondja, és azt mondja, majd veled leszek az úton, amin jársz. Bárhova mész, veled leszek, vagyis ennél erősebb megerősítést nem lehet kapni,
képzeljük el, nekünk állunkban megenni, Isten szerint, bármit csinálsz, veled vagyok. És mégis később azt látjuk, hogy amikor Jákob Ézsóval találkozott, akkor előtte az van írva, hogy jel Jákob, Jákob nagyon félt. Mitől félt? Hiszen Isten megígérte neki, hogy vele lesz. Akkor milyen félnivalója volt? Amár sem a nyigremachet. Azt mondta Jákob magában, lehet, hogy Isten megígérte nekem, hogy velem lesz, de lehet, hogy közben elkövettem olyasmit, ami miatt ezt a kreditet már lehívtam. És ezért félt. És ugye ez volt Dáviddal is, hogy ő biztos volt benne, hogy elkövetett nagyon fontos dolgokat, és hogy egy nemes, egy gyámbor. De közben tudta azt is, hogy esetleg elkövetett olyat, amit nem kellett volna, és ezért mondta, nem vagyok benne biztos, hogy gyámbor. Hogy gyámbor vagyok. Jó, és látjuk ezt különben egy másik helyen is. Közben kérnék valakit, mert a következő oldalán szükség lesz rá, és elfejtettem, föl tudná valaki hozni mondjuk egy 20 Sámueli máját. Köszönöm szépen. De akkor közben csak mondanám, hogy van még egy hely, ahol ezt látjuk, amikor a tenger daláról van szó, akkor a tenger dalánál, nézzétek meg a következő idézetet. Ugye mi történt? A zsidók kijöttek Egyiptomból, és amikor megtörtént a tenger csodája, hogy az egyiptomiak odapusztultak a tengerbe, ami ketté vált a zsidók előtt, és száraz lábbal átmentek, a zsidók mondtak egy háladalt. Ez a mai napig az egyik legfontosabb imánk, amit minden reggel az imában el is mondunk. Ezt a háladalt hívjuk Shirat Hayam, a tenger dalának. És ebben van egy olyan mondat, ami a következőképp szól. Nézzétek meg a harmadik bekezdést a kiosztott szövegben. Azt mondja, rájuk barult a félelem és rettegés, kardod nagyságától elnémultak, mint a kő. Még átvonul a te néped örökkévaló, még átvonul a néped, melyet szereztél. Ugye egyszerű jelentése mi ennek a mondatnak, hogy átvonul a néped, hol vonul át? A tengeren. De a kommentárok azt mondják, ez már a jövőről szól. Mit jelent, hogy átvonul a néped? Kétszer fog a néped bevonulni a Szentföldre. Egyszer most, ahogy kijöttek Egyiptomból, és másodszor, amikor a babiloniai fogságból visszatérnek, akkor megint ugyanúgy fognak bevonulni Izraelbe. És ezért van kétszer, hogy míg átvonul a néped, míg átvonul a néped. Ha csak az egyszerű jelentést néznénk, hogy itt a tengeren való átvonulásnak, miért kell kétszer mondani, hogy átvonul a néped? Elég lenne egyszer. Köszönöm szépen, csak tedd le ott középen, és akkor majd kiosztjuk. Én csak egyet kérek majd. Tehát akkor miért kéne mondani kétszer, hogy átvonul a néped? Azt mondják a kommentárok, ez a kétszeres, ez azért van, mert ez már egy profécia a jövőre. Egyszer, az átvonul az mire vonatkozik, amíg a nép bevonul Izraelbe, először most, először pedig, köszönöm, másodszor pedig, amikor Babiloniából visszatérnek. Mind a kettőre azt mondja, míg átvonul a néped. Ugyanazt a kifejezést használja, ami mit jelentene, hogy mind a kettő egyenlő rangú bevonulás, egyenlő rangú honfoglalás. Igen, de látjuk, hogy ez a második, a babiloniai visszatérés, az nem volt olyan erős honfoglalás, mint az első, mert a zsidók még mindig idegen uralom alatt éltek. Mit mond erre a Talmud? Ez is azért volt, mert eredendően ugyanolyan erős kellett volna legyen a második bevonulás, mint az első. A zsidók vétkei miatt lehívták a krediteket, és a második már kicsit szerényebb volt. Oké, akkor folytatjuk. Ezzel befejeztük Dávidnak a történetét, és folytatjuk a következő témával. Térjünk vissza a Misnához, és most ezt fölírom, csak azért, hogy ne bonyolódjunk bele megint ne kelljen fejben tartani mindent a táblában, és tudjunk puskázni. Mi volt a Smá mondása, esti Smá mondásának a kezdete, az mikor volt? Feljönnek a csillagok, vagy másik például. Azt mondtuk, amikor a kohaniták megkezdik a vacsorát. A vége mikor volt? A Misnában nem. Éjfélkor, egyharmad, és amikor följön a nap. Nagyon jó, három vélemény volt. Rabbi Eliezer, ő volt az, aki azt mondta, hogy az első harmad bölcsek. Ő volt az, aki azt mondta, hogy éjfél. És Gamliel, Rabban Gamliel, aki azt mondta, hogy
napkelte. Napkeltéi, lehet mondani. Nézzük először ezt a két véleményt. Ez most hasraütés szerint, szerintem első, harmadik. Ne, a napkeltéi. Miért ezt mondták? Mi ebben a logika? Mit mondott a Tóra? Mikor kell mondani a smát? Amikor lefekszel, és amikor felkelsz. Ugye a, itt most a lefekszéről beszélünk. Köszönjük szépen. Szépen lassan ki lehet osztani. Lefekszel, tehát amikor, mit jelent az, hogy lefekszel? Besach becha, az mit jelent? Szerintetek mit jelent? Hogy? Van valakinek javaslata? Mit jelent az, az a kifejezés, hogy amikor lefekszel? Hogy? Amikor elmegyünk aludni. Ez egy egyik vélemény. Oké. Elmegyünk aludni. Akkor általában az emberek mennek aludni. Van esetleg másik javaslat? Másik javaslat? Befejezzem a napi tevékenységet. Az ugyanaz. Még attól fönt lehet. Akkor nem fejezted be. Akkor minek vagy fönt? Max, ugye elmondasz már, de ez ugyanaz. Akkor mi? Milyen más lehetőség van még? Amikor alszunk. Amikor általában az emberek alszanak. Nem akkor elmennek aludni, amikor alszunk. Mi a különbség? Nagyon egyszerű. Ha azt mondom, hogy amikor elmegyünk aludni, akkor az kinek a véleményével fog stimmelni? E között vagyok, az első és az utolsó között. Az első? Nagyon helyes. Miért? Az emberek általában az est kezdetén maximum a harmadik óráig az estben, az első harmad végéig elmennek aludni. Ha azt mondom, hogy a lefekszel azt jelenti, hogy amikor az emberek általában alszanak, akkor az mit jelent? A harmadik, az egész éjszaka. Az emberek, az éjszaka az alvás ideje, tehát egészen napnyugtától egészen reggelig. Akkor ez pedig a harmadik vélemény. Ugye? Első vélemény. Harmadik vélemény. A kérdés a következő. Akkor bölcsek mit mondanak? Értjük, hogy mit mond Rabbi Elezer. Ő azt mondja, hogy azért az első harmad, mert a lefekszel azt jelenti, hogy amikor elmegyünk aludni. Értjük azt, amit Gamliel mond. Mert mit mond Gamliel? Mit jelent az, hogy lefekszel? Amikor az emberek általában alszanak egész éjszaka. Mit mondanak a bölcsek? Se itt, se ott. Döntsék el, hogy hol vannak. Érti mindenki a kérdést? Mi lesz erre a válasz? Már tanultuk. Nem egy válasz. Az volt a kérdés, ők milyen véleményen vannak? Mit jelent az, hogy lefekszel? Amikor elmegyünk aludni, vagy az egész éjszaka? Majdnem jól mondtad. A rabbik azt fogják mondani, ők egyetértenek Gamliellel. Igazából egész éjszaka lehetne mondani azt már. A biztonság kedvéért mondták azt, hogy éjfélig. Oké? Okay? Erről fog szólni a következő rész. Jó, akkor most aki a Héberből követi, az utolsó sornál tartunk a délap alján. Ha hamink mánsz viraleu, milyen véleményt követnek a bölcsek? Ike Rabbi Elezer viraleu, ha Rabbi Elezer véleményét követik, leimnukál Rabbi Elezer, akkor mondják azt, mint Rabbi Elezer. Mit mondott Rabbi Elezer, hogy az este első harmadáig? De Ike Rabbi Elezer viraleu, ha viszont Rabbi Elezer véleményt követik, Lémluke remegem liel, akkor mondják azt, amit remegem liel mond. Hogy meddig? Egészen napkeltéig. Leajlom ke remegem liel szüreleju. Igazság szerint ők remegem liel véleményét követik. És azt mondják, hogy lehetne mondani napkeltéig. Ha de kamli átkacajz, kedele hálchik az adamjávéra. És azt pedig, hogy azt mondták, hogy ez csak éjfélig lehet, azt ahogy tanultuk korábban, azért mondták, hogy az ember távol tartsák a bűntől. Ez egy biztonsági intézkedés volt. Valójában lehetne mondani reggelig. Miért mondták? Úgy, ahogy Gamliel mondta. Miért mondták azt, hogy éjfélig? To be on the safe side. Hogy biztonsági játékra menjünk. Átcsúsztam, akkor még mindig nem a világ vége. Kedve Tánja, ahogy tanultuk,
Ha hamim az, hogy szálljál a divrejem, a bölcsek egy védőkerítést emeltek a saját döntéseikkel, de is el a jadamin azt mondja, erre nehogy az történjen, hogy az ember bejön a mezőről este, ahogy a Julika fogalmazott, vége van a napi feladatoknak. Mit csinál az ember ilyenkor első dolog? Mert életre bészi, azt mondja az ember magának, hazamegyek, vajjel kima, kicsit eszem, este kima, kicsit iszom, isom kima, egy kicsit alszom, és majd utána ekre kismavész pálel, és majd utána elmondom az esti imát, és majd elmondom a smát. Ne mondja ezt az ember miért, mert a végén mi fog történni, de ha egy taftai sejna, az alvás hatalmába fog keríteni. Mi nimca jasson kalalájla, és egész éjszaka aludni fog. Föl kell reggel, és azt mondja, ups. Ha megengednék, hogy reggelig mondja az ember, azt mondja, jó volt, majd éjjel háromkor fölkelek, és elmondom. Olyan fáradt vagyok, annyira jó volt a vacsora. És eljött azták a bölcsökával, Adam, Barom, Szerem, Nichnosz, Lövészek, Neszehez, eljött azták a bölcsök, nem, az ember hazatér a mindennapi dolgába, az első dolog, menjen el a zsinagógába. Im ragel nikrösz kajre, im ragel isnes sajne, ha akar, akkor tanuljon egy kis tórát, vagy kajre, kisma, mi szpál, és ahogy eljön az este, mondj el a smát, és imádkozzon, őkkel pita, és utána vacsorázzon, és mondj el az asztali áldást, de kalajvél, divrét, ha hamim hájad missza. És ezért a bölcsek ezt eldöntötték, és aki a bölcseknek a szavát itt megszegi, az halált érdemel. Elég szélsőséges megfogalmazás. Szóval a bölcsek hoztak egy biztonsági döntést, egy elővigyázatossági döntést, ha valaki azt megszegi, akkor halált érdemel. Oké, erre vissza fogunk térni, ez miért ilyen szigorú. Kérdezi is a Talmud, másnap a hol duhta de lőjk tani chájav misza, másnap hachadak tani chájav misza. Hibaj szeimom is, mi az oka annak, hogy itt ilyen szigorú ez? Másod nem látjuk ezt, hogy a rabbik azt mondják, ha nem tartjátok be a szavunkat, akkor halált érdemeltek. Ezt különben csak tisztázzuk, ez nem egy végrehajtható halálbüntetés jelent. Ah, nem olvastad a smát, bum, akkor a halálbüntetés. Ez egy égi halál, ez a halált érdemel, olyan súlyos dolog, az ember nem mondja el a smát, a bölcsek tanítása szerint már az éjszaka kezdetén, hogy olyan a halált érdemel. Miért? Azért két választ is lehet adni erre. Az egyik az az, hogy ibaj széma misum de ika ainesséna. Az egyik vélemény az az, hogy azért ilyen szigorú, mert az alvás az egy nagyon erős húzó erő, és az embereket vissza kell tartani attól, hogy lefeküdjenek aludni, mielőtt elmondják az esti imát. A smát és az esti imát. Ibai szeim alá fukimán, de amat filesz árvisz, de súszk, másma mond a hajva. És a másik vélemény pedig, hogy ne mondja senki azt, hogy az esti ima nem kötelesség. Most tisztázok valamit. Ezt le is törlöm. Hány ima van egy nap? 5 az araboknál. Nem viccelek, náluk 5? De itt a zsinagógában vagyunk. Keleti nép, de nem arab. No, akkor hány ima van egy nap? 3, nagyon jó. A reggeli ima, Sachrit. Délután ima, Mincha. Esti ima, Máriv, vagy Árvit, ugye két neve is van. Miből állnak ezek az imák? Nagyon sok mindenből, de van alap összetevője az imáknak. Minden imában van Amidá. Mi az az Amidá? Az a 18 áldás, amit a rabbi körülbelül 2500 évvel ezelőtt megfogalmaztak, amiben minden benne van, amit az embernek szüksége van. Ez tényleg a fohászok összessége. Ugye 18, ezért a másik neve Smone Eszre, mert 18 részből állsz. Oké. Okay. A Sáhritban a másik nagyon fontos dolog, az a, amiről most tanulunk, a smá. A délutáni imában nincs smá, és az esti imában megint van smá. Most erre majd vissza fogunk térni. De miért van 3 ima? Ki tudja, miért van 3 ima? Hogy? 3 áldozat volt?
majdnem jó a válasz. Két áldozat volt. De azért köszönjük sajnak. Két áldozat volt, hoztak egy induló áldozatot reggel, és hoztak egy induló áldozatot délután. Akkor itt a sáhrit az áldozat, mincha az áldozat. Mikor, és ezeknek az emlékére van, ennek a helyettesítése, mint szentély, akkor van a két ima. Miért van az esti ima? Tanultuk, hogy éjszaka nem hoznak áldozatot. Azért, mert éjszaka égették el a maradványokat. És a rabbik azt mondták, akkor legyen esti ima is. Igen ám, de vita van, hogy ez a rabbiknak ez a mondása, hogy legyen esti ima, ez egy javaslat, vagy egy kötelesség. És erre azt mondja, hogy a Talmud azért fogalmaztak a rabbik úgy, hogy az, aki nem rögtön elmondja a smát, és imádkozik esti imát, amikor hazaér, az halált érdemel, nem a smá miatt, hanem az ima miatt, mert azt akarták mondani, nehogy valaki azt mondja, hogy az esti ima, tehát az Amida része, azt hívjuk imának. Az esti ima az nem kötelesség, hanem csak javaslat. És ezért mondták, hogy halált érdemel. Most, a következő részben, amire még van pontosan 13 percünk, egy nagyon praktikus és dolgot fogunk tanulni. És lehet, hogy ezt most csak szóban fogjuk, legalábbis mennyi időnk lesz, de akkor gyorsan vegyük végig. Kérem, mindenki nyissa, fogjon egy imakönyvet, ha nincs elég, akkor a mellette ülőnek az imakönyvét. És nézzük meg ezt a lapot, amit kiosztottam. Ugye azt, most a reggeli és az esti imát veszünk. Szeretnék először tisztázni valamit. Amit mi imának nevezünk, az jelentheti magát az egész szöveget, amit elmondunk, és jelentheti az Amidát. Az ima lényege az Amida. Azt hívjuk imának. Amida az a 18 áldás, azt hívjuk imának. Mióta van ez az ima, ez az Amida? 2500 éve a babiloniai fogságban nem volt szentély, a rabbik megfogalmaztak egy szöveget, hogy az ember, aki nem költő, az is tudjon imádkozni. És ez az Amida, ezt el kell mondani egy átlagos, egy hétköznapon, naponta háromszor, reggel, délután és este. Okay. Ettől függetlenül van a smá. A smát azt a rabbik határozták? Nem, azt Mózes maga, az egy tórai parancs. Akkor tisztázzuk, tehát az Amida az egy rabbinikus szöveg és kötelesség, rabbinikus kötelesség, ők azok, akik köteleztek rá. A smá az egy tórai kötelesség. Oké? Okay? Nyilván a tórai az egy erősebb. Tehát amielőtt volt Amida, és a zsidók összejöttek a zsinagógába reggel, délután, este, előtte is, Mózes óta a smát, azt reggel este elmondtuk. Mikor bevezették 2500 éve az imát, akkor fölmerült a kérdés, ezt a két dolgot, ami a háromból kétszer találkozik, az Amida és a smá, ugye mert? Reggel ima, délután ima, esti ima. Délután nincs smá, de reggel és este van smá. Akkor a smát és az Amidát, azt hogy kell egy csomagba rakni? Melyik a csomagoló papír, és melyik a maga a csomag? Ez, melyik van előbb, melyik van később? Értitek a problémát? Akkor a reggeli ima, azt írjuk föl, reggeli és esti. Kérdés az, mi van előbb? A smá és utána jön az Amida, vagy esetleg fordítva, hogy Amida, és utána jön a smá. Ki tudja, hogy van most, aki imádkozik? Hogy? Igen, ma úgy csináljuk, és ez lesz itt a vég döntés, hogy előbb van a smá, és utána van az Amida. Miért van így? Következő miatt van így. Azért, mert a smá... Megyünk tovább. Mit mondott Mózes? Mondjátok el a smát. Miből áll a smá? Arról már beszéltünk két nappal ezelőtt. Három részből áll.
majd megbeszéljük. A rabbik azt mondták, smát mondjuk, azt írjuk, csak egyszer csak elkezdjük mondani, és rá kell készülni, le kell vezetni. De van egy szöveg, amit mondunk a smá előtt, és egy szöveg, amit mondunk a smá után. Ezt hívjuk a smá áldásainak. Nézzétek meg a smá áldásait a szövegünkben. Van reggel, van két áldás előtte, és egy áldás utána. Látjátok, hogy ezek elég hosszúak. Ha megnyitjuk mondjuk a reggeli smá áldásai, hol kezdődnek? Kezdődnek az 50-es oldalon. Csak egyet fogunk végigvenni, csak hogy lássátok. Elkezdődik azzal, hogy áldott vagy te az 50-es oldal tetején. És megy, ez egy jó hosszú áldás. Egészen az 52-es oldal tetejéig, ahol úgy fejezzük be, áldott vagy te örökkéval a fényforrások alkotója. Ez az első áldás a smá előtt. A második áldás következik rögtön ezután. Hol van vége? Ugyanennek az oldalnak, az 52-es oldalnak az alján az van írva, áldott vagy te, aki szeretetében választotta Izrael népét. Én ezt röviden írtam ide a lapra, csak hogy lássátok, ez nem egy mondat ez az áldás, hanem ez jó pár oldal. Két áldás, két szövegrész van a smá előtt, és egy szövegrész van a smá után. Menjünk a smára, 53-as oldalon van a smá. Tart egészen az 54-es oldal aljáig. Az 54-es oldal alján kezdik a smá utáni áldás, amit tart egészen az 57-es oldal tetejéig, úgy fejeződik be, áldott vagy te örökkévaló Izrael megmentője. Izrael megváltója. Én ezt úgy fordítottam. És mi jön utána? Látjátok rögtön oldalán írva, Amida 18 áldás. Miért? Miért van így berendezve? Azért, mert Mismach Geula Lamida, hogy a megváltást és a 18 áldást azt egymás mellé rakjuk. Az utolsó áldás az, hogy Izrael megváltója. Ez egy pozitív dolog. Akkor rögtön utána következzen az Amida, ami az ima. És ezért rendezték úgy be a rabbi, hogy előbb legyen a smá, és utána legyen az Amida. Oké? Okay? Eddig stimmel. Akkor ez pipa. Reggel így kell mondani, a Talmud ebben nincs vita ebben. Előbb legyen a smá, smának az áldásai, két áldás előtte, smá, egy áldás utána, Amida. Kérdés, ez mi van este? Két probléma is van. Az egyik az, hogy mi van írva a smáról? Mikor kell mondani az esti smát? Akkor lefekszel, és amikor fölkezd. Amikor lefekszel, szerinti, nem az van, hogy mondd el, és utána még mondd el az Amidát, és utána feküdj le. Az utolsó dolog a lefekvés előtt. Akkor ez mit eredményezhetne, hogy lehet, hogy fordítva lenne logikus. Előbb legyen az Amidá, és konkrétan a lefekvés előtt, utána legyen a másodikként a smá. Ez egyik problémánk. A másik problémánk, hogyha megnézitek, most lapozzunk az esti imához az imakönyvben. Az esti imánál a reggelihez hasonlóan vannak áldások a smá előtt, és áldások a smá után az Amida előtt. Mi a különbség, hogy reggel csak egy van utána, este pedig kettő van utána. És nézzétek meg, gyorsan lapozzuk végig az esti imát. 139-es oldalon kezdődik az esti ima. Egy áldás, látjátok az első bekezdés. Az a vége, aki elhozza az estét. Következő áldás, ami jön rögtön utána, mi a vége? Aki szereti népét, Izraelt. 140-es oldalon jön a smá, maga, tart egészen a 141-es oldal közepéig, kezdődik a smát követő áldás, ami tart egészen 142-es oldali, mi annak a vége? Izrael megmentője. Hoppá! És utána jön még egy áldás, aminek mi a vége? Aki vigyáz Izrael népére. Akkor itt már nincs közvetlenül egymás mellett a megváltás és az Amida, mert be van ékelve még egy áldás. Akkor még csak azt sem mondhatod, hogy azért kell a smát az Amida elé tenni, mert a smá utáni áldás, utolsó áldás az az, hogy aki Izrael megváltója, és rögtön jöjjön az Amida. Mert nem így van, mert köztem van még egy szöveg, amit mondunk.
És erről vitatkozik, vagy erről szól itt a Talmud. És a válasz az a történet végén az az, hogy nem, elvetjük ezt a javaslatot, mégis elvetjük ezt a javaslatot, hiába voltak ezek az érvek, és marad este is az, hogy előbb van a smá, és utána az amidá. Miért különben? Azért, mert mit mond a Tóra? Be sahbecha ufkomecha, amikor lefekszel és amikor fölkelsz. Ugyanúgy mondjad, amikor lefekszel, mint ahogy mondod, amikor fölkelsz. És amikor fölkelsz, reggel úgy intézed, hogy előbb van a smá, és utána az amidá, akkor este is úgy intézem, hogy előbb van a smá, és utána az amidá. Oké, ezt a részt nem fogjuk most felolvasni a Talmudban, mert nem jutna rá időnk. Még egy dolgot, ami nagyon praktikus, és tulajdonképpen az oldal végéig majdnem, hogy erről van szó. Van még egy ima, ha ez megvan, akkor ezt most letörlöm. Van még egy ima, amit naponta háromszor mondunk el. Ki az, aki emlékszik itt a gyakorlottabb imádkozók? Aki emlékszik, az kap egy plusz, nem ígérem meg itt a felvétel van róla. Mindegy, valamit kap. Én meg itt elkezdtem inni, pedig bőjt van. Látjátok? Jól jelent. Ha ide kellene megtenni. És felvétel van róla. Magyarázom, hogy... No, igen, hogy? Tessébe elzavarodtam most ebbe, hogy tudtam a bőjt alatt. Záróima? Igaz, de nem erre gondoltam. Hogy ki mondta? Nagyon jó. Ashrei. Az Ashrei az a, ha most lapoztok, először mondjuk a reggeli imában, a 37-es oldalon kezdődik, és ez a 145-ös zsoltár. Aztán mondjuk a reggeli ima vége felé, a 87-es oldalon, és utána mondjuk a délitáni ima elején. Oké? Most... És erre a Talmud azt mondja, aki háromszor naponta elmondja az ásrét, az a túlvilágban részesül. És erről van szó, hogy miért olyan fontos ima az ásré. Az egyik fontos, az egyik oka annak, hogy miért olyan fontos az ásré, azért, mert az egyik ok az az fontos naponta háromszor. Az egyik oka annak, hogy miért ilyen fontos, az az, ki tudja? Lehet, hogy a Dafna, vagy a Vanda tudja. Vanda, tudod, miért ilyen fontos? A túlvilágban is. Nem. Azért ilyen fontos, mert ez egy olyan ima, volt egy ebben a bibliai költészetben van egy olyan stílus, amikor a költők az egy dicséretet mond, és az alefbét teljes alefbét szerint mondja. Szóval minden mondat az alefbét egy következő betűjével kezdődik. És ez kifejezi a teljességet. Most ha megnézitek az ásrét, mondjuk a 37-es oldalon, akkor nézzétek, az első mondat mivel kezdődik? Alef. A következő mondat, becholjom, az bét. Ha lapozunk, 38-as oldal. Következő mondat, gadol Hashem. Az gimel. Következő mondat, dor le dor, az dalet. Hé, hey, va. Így végigvesszük, akkor az aleftől egészen a tafig elmondjuk az egészet. Ki mondta, hogy egy hiányzik? Laci? Javítottál, nagyon jó. Gratulálok. De erre mindjárt visszatérünk. Egy betű hiányzik. Tudod, melyik hiányzik? Azt nem. Ki mondta? Sokat szeresják magamból hülyét élőben. Akkor mindenképp az egyik, erre vissza fogunk térni, hogy miért. A másik magyarázat pedig az, hogy nem azért, mert Aleftől Tafig minden benne van, hanem azért,
mert a, van benne egy olyan mondat, Posziáhasszi a Dehom az Biale Holhajrocai, a 38-as oldalon nézzétek meg egy kicsit lejjebb, mint a fele, a zárójel után. Kinyitott kezedet és kegyelmedetben kielégítesz minden élőlényt. Vagy ellátsz jóval, élelemmel minden élőlényt. És ez egy olyan fontos hitvallás, hogy Isten mindenkinek megadja a betevő falatot, hogy ez az, ami miatt, ha ezt minden nap elmondjuk, és megvalljuk, és végig gondoljuk, tényleg Isten megadja nekem, amire szükségem van, akkor ez egy olyan erős állítás, hogyha ezt naponta háromszor elmondjuk, akkor emiatt a túlvilágban van részünk. Ez a másik magyarázat, az az, hogy Isten mindenkit ellát. Ez az oka annak különben, hogy ennél a résznél mit csinálunk, ha férfiak, akik filmben mondják a reggeli imát, ennél a résznél megérintik a karjukon levő tfilint és a fejükön levő tfilint, és megcsokják, ez egy ilyen szent, fontos mondat. Egy, ahogy mondta a Laci, egy, és ahogy a papíron rajta van, egy betű hiányzik, a nun. Miért? Mert ez a szó, ahogy itt is írtam, idéztem, ez a betű, ez minden szónak a legjellemzőbb kezdőbetűje. Nofel. Mit jelent azt, hogy nofel? Elesik. És nem akarunk egy olyan olyan szót és betűt használni, ami az elesik, és itt az elesik a spirituális értelem vétkezik, ami a vétekre, elesésre, megbotlásra vonatkozik. Sőt, nem csak, hogy ugye ez Dávid írta, nem csak, hogy Dávid nem vette be ezt a betűt, hanem mi a következő betű a héberben, mi jön az a nun után? A nun után jön a jud. Számech. Számech. És mi a, ha megnéztek, milyen mondat kezdődik Számechal, rögtön a mem után átugorja a nunot és kezdődik Számechal. Szomech Hashem lechol hanoflim. Isten felsegíti azokat, akik elesnek. Milyen szép. Az elesésről nincs szó, ki van hagyva, utalva van rá. És a következő mondatban azt mondja, Isten felsegíti azokat, akik elesnek. Oké, köszönöm szépen. Van esetleg még kérdés? Ma tanultakkal kapcsolatban. Mert különben még a végén arról van szó, akit nagyon érdekel, hogy a különböző angyalok az égben, azok milyen, ki, melyik angyal mennyire erős, és milyen gyorsan tudja teljesíteni a küldetéseit. Nagyjából ezzel fejeződik be az oldal. Köszönöm szépen mindenkinek!